volt, ugye? Szép napot kívánok mindenkinek, csókolom, sziasztok, jó sokan vagyunk. Nézd előttem itt hátulról, azt láttam, hogy jó kedvünk van, semmiképp nem szeretném ezt a jó kedvet elvenni, sőt láttam, hogy itt ezt a szalagot kifeszítették. És ráírták, hogy vagy rá van írva, hogy erős áramú kábel. Nincsen, jó? Én se bántok senkit, tényleg. Úgyhogy egy-két lépésre próbáljunk meg közelebb jönni, jó? Mert én is jövök egyel kettővel, jó? Egy fél lépésen, na, ott van az a fél lépés, köszönöm szépen. Hogyha valakinek táncolni támad kedve, az, itt ezt az egész területet birtokba veheti, jó? Nem rázok. Ez az elején szerettem volna tisztázni. Na, szeretném, hogyha táncolnánk, meg énekelnénk, meg úgy jól éreznénk magunkat, és közben megindultunk a színpad felé, így integetünk egymásnak. Sziasztok, picórok! Na és ti hogy vagytok? Minden jó? Látom, volt arcfestés, óriási. Na jöjjön az első, de azt mondjam, ezt jó sokan fogjuk ismerni, így ránézésre tudom. Ez egy Selena Gomez dal lesz, és egy kicsit kéne tapsolni az elején. It's been Selena down, and you could have for so be a ransom. And I guess right now he's not one. So your melody, we play all alone. With the best of them, you are beautiful. Like a dream come alive, incredible. You miracle, cynical, lyrical. Egy picit tudunk még mosolyogni, meg kapcsolni, meg így mozgolódni, jó? Fáradjunk el! És akkor aki tudja a refrént, az énekel vele. Így kérdeztem a szervezőt, hogy mi a helyzet, azt mondta, hogy a világ egyik legjobb közönsége. Úgyhogy így van? És mi a szerények? Így van, nagyon-nagyon örülök neki. Na, mert az első dalnál szerintem tök jól éreztük magunkat, most egy saját dal fog következni, jó? Arra is táncoljunk meg. Örüljünk, mosolyogjunk. És szurkol nekem? Na, most már nem is izgulok. Az a dal cím, hogy Sose vagy egyedül. Elég baj az azt mondta egy úr, hogy Sose is egyedül. Yeah.
Nagyon szépen köszönöm. Csanya, hát én ilyen mosolygos gyereket még sose láttam. Képzék el, mindennek örül, nagyon mosolyog, integet. Viszlek magammal mindenhová, jó? Te így kellenél mindig a közönségbe. Jöhet egy szerelmes dal? Igen? És a kis, hogy te hogy állsz a szerelemmel? Hát te? Elég rosszul. És hány éves vagy, mondd csak? 5 éves a hölgy, és elég rosszul áll a szerelemmel. Figyelj, megnyugtatlak, sokkal jobb sose lesz, de lesz, jó? Jön egy nagyon szerelmes dal, lassú dal. Lehet, hogy a szüleid ismerik is. Te meg megtanulod. Jó? Az a dal címet titokban elmagasztunk. Ez jó lesz? Jó. Akkor viszont bátran énekeljük. Megszeretni ennyi volt, már jó volt.
megvenni a kedvét. Neki nem. És meg oldalt énekeltünk. Nagyon jó, ezt a szokást végig meg kell tartani. Meg ott hátul is láttam, csak lehet, hogy amúgy már az én hallásommal van baj. Ide jelenne be is mennem, ugye? Szuki vagy. Na hát arra gondoltam, hogy eléneklem így a legújabb dalom. Jó hírem van, nagyon bulizós, jó? Szoktatok otthon ugrálni? Szülőket kérdezem amúgy, szoktak otthon így ugrálni? Jó. És most amúgy visszafogják magukat, vagy elfáradtak már, nem? És ne pörgessed őket jobban, mert utána nehéz lesz. Jó, oké. Megpróbálom nem ezt tenni. Jöjjön a dal, az a cím, hogy Beléd szerettem. Nagyon kell még a csendben. Úgyhogy jöjjön egy Taylor Swift-dal. Azoknak, akiket olyan rég nem láttam, és most itt vannak. Tudom még tapsolni? Minden új vodka cukor van a kezemben, meg mobil, meg minden értem, de most egy kicsit tegyük le, jó? Amíg tudok, meg fogjam. Nem, mert akkor megjelném, jó? Csak egy picit így. Nem érjek komoly. I should say it's a leaf cause I love it.
kérdezem, van kedvetek itt táncolni színpadon? Erre miért nem onnan hátulról válaszolnak? Én nem is értem. Nem. Nem. Na, nem lesz ebből baj. Én, ha egyszer valamit mondok, az most bocsánat, nem szeretném visszavonni. Jó, csak picurkákra gondoltam. És voltak olyan okosak, hogy tudták is, ugye? Hát rajtad látom, hogy megőrülsz, csak színpadon lehess. Mi leszel, ha nagy leszel? Sokféle! Ez egy nagyon jó válasz, sokféle dolgot kell tudni. Na, gyertek akkor közelebb egy picit. Gyertek akkor így ezzel a, nem tudom én, nagyon szép sárga szalag elé, jó? Mert rám szóltak, hogy nem szóval. Most mit csináljak? Akkor itt maradtok? Jó, egy rettenetesen ismert dal fog következni. Nem kell félteni a piciket, figyelünk rájuk, jó? Nem lesz tényleg semmi baj. Na, tényleg nem kell engem fenyegetni se. Jó, nézzünk egymásra szépen. Szóval jöjjön egy dal, aminek annyi refrénje van, és olyan sokat kell benne énekelni, és olyan sok a szöveg, hogy nehéz levegőt venni. Úgyhogy, ha bárki segít, annak nagyon örülök, és ne felejtsük el tapsolni, jó? De az már nektek nagyon megy, az oda a címe, hogy Happy. Nice and crazy, what about a say? Ismerjük, ugye? De jó! So shall she feel if you take a break? Because I can't know if you feel like me, I do. Because I can't know if you feel.
mennyire figyelnek, de ilyen pontos tapsolást, ez pont így kell, ez tökéletes volt. Remélem, ezt megy az utolsó dalra se. És ha felejtjük el, így a búcsú dal fog következni. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, mert tök jól éreztem magam itt veletek, meg mindenkivel. És arra gondoltam, hogy egy olyan búcsú dal jön, ami, hát valljuk be, valahol már kicsit retrónak számít, de sokan ismerjük, meg amúgy szeretem énekelni. Ez volt úgy... Ah, ugye? Tudtam én, mi kell. Na, ez volt a négy, az egyik első dalom. Aki tudja, az tényleg torka szakadtából énekelje, vagy játssza el. Jó? Ez olyan jó? Hát azt látom, ott meg lesz. Az a dal cím, hogy Hallja meg a világ, ez lesz így a búcsúdal, és akkor jöjjön is! Erős fiúktól, jó? Még megvédek mindenkit, szóval köszönöm szépen, csókolom, puszi,
Sziasztok, gyere, legyél te az első, jó? Sziasztok!